Régen még fából készültek a jégkorongok, de a kevésbé hivatalos meccseken elment a kődarab, vagy a fagyott állati ürülék is. Egy ideje viszont már mindenki gumikorongot szeretne a jégen látni. A mai korong átmérője 7,5, a vastagsága pedig 2,5 cm. Lássuk, hogyan készül. A jégkorong legyártásához 11 különféle anyag szükséges. A recepten az első hozzávaló a gumi. A gumit kétfajta olaj teszi strapabíróbbá. Egyes ásványi anyagok segítik a vulkanizálást, és később lassítják a gumi kopását. Van egy bizonyos fajta szénpor is, ami egyszerű töltőanyag. A hozzávalókat egy előkeverőbe helyezik. Előbb a gumidarabokat teszik be, utána azokat az antioxidánsokat, amik növelik a gumi élettartamát. Majd következik az egyik olaj, ami segít a száraz kemikáliák összekeveredésében, és a másik olaj, amivel a gumi szilárdságát szabályozzák. Bekerül a kálciumkarbonát és a kén is, ami a vulkanizálásnál fog segíteni. Utoljára a szénport öntik be. Az előkeverés 15-20 percig tart. Ezután a keverék csúszdára kerül, majd egy futószalagra, ahol a keverőhengerekhez jut. Itt végzik a végső keverést. Ekkor további gumidarabokat kevernek be. Egy keményebb fajta gumit is hozzáadnak a keverékhez, hogy a jégkorong erősebb legyen. A receptet úgy alakították ki, hogy egy nagyon kemény gumit kapjanak, ami ellenáll a számtalan hatalmas ütésnek. Létfontosságú, hogy az összetevők egyenletesen keveredjenek el. A dolgozók ezért vagdossák be keverés közben. A cég laborjában minden keverésből megvizsgálnak egy mintát. Ez egy speciális berendezés. A vulkanizálást vizsgálja, vagyis azt, hogy a gumi hogyan és mennyire kötött meg. A számítógép összehasonlítja a kapott görbét a minőségi modellekkel. Ha nem talál eltérést, akkor a keveréket megfelelőnek ítélik és folytatják a munkát. A gumi még nem vulkanizálódott teljesen, ezért még mindig málik. Az egyik gép egy kerek mintán nyomja át, így közel egy méteres hengerformák alakulnak ki, amik mindig 7 centi átmérőjűek. A jégkorong is ilyen átmérőjű lesz. A következő gép 39 darabra vágja fel a gumi hengert. Mindegyik darab 2,8 mm-es lesz. Ezeket még csak előformáknak hívják, mert ekkor még nem teljesen olyan az alakjuk, mint egy jégkorongnak. A dolgozók sajtolószerszámokba helyezik őket. A szerszám mindegyik mélyedése pontosan akkora, mint egy jégkorong. A szerszámot befedik és beteszik a vulkanizáló présbe, ahol az előformákat összepréselik, majd 150 Celsius fokra hevítik. A művelet 18 perc múlva ér véget. Az előformák most már jégkoronként kerülnek ki a szerszámból. Kőkemények és 3 mm-rel vékonyabbak, mint a vulkanizálás előtt. Ezután 24 órára hűlni hagyják őket. A préselés során a kifolyt gumi hozzáragadt a korongokhoz, ezért minden korongot kézzel letisztítanak. A szerszámban is szokott gumi maradni, ezt lekaparják és töltőanyagnak használják a következő keveréskor. A présforma recés mintát hagyott a korong oldalán. Ennek az az oka, hogy a korong így jobban tapad a hokiütőhöz. Minél jobban tapad, annál jobban lehet irányítani, és annál célszerűbb egy játékos számára.